26. alkalommal napsütéses őszi időben rendezték meg Regőjben a szüreti felvonulást. A feldíszített kocsik, fogatok, a viseletbe öltözött helyiek és a lovasok zeneszó mellett járták körbe a falu utcáit, és invitálták a lakosságot a település központjába. A felvonuláson mindenkinek van kedvence. Kazánnál az mindennél többet ér számomra, meg a szépen feldíszített hintok, vagy tánc, ilyen érdekel inkább. Gyönyörködni tudok a gyönyörű kocsikba, lovasokba, és a nagyon érdekes a kisbírónak az előadása, kíváncsi vagyok. Figyelem, figyelem! Közhéri tétetik! Ismét születi mulatság tartotik! 26-szor mondjuk itt a rímet, de még olyan nem volt, hogy senkit meg nem sértett. A falu központjában süteménnyel, frissítőkkel kínálták, valamint a regői népdalkórus és a pincehelyi férfi kórus műsorával várták az érdeklődőket. A születi felvonulás keretében üdvözletjük a pincehelyi férfi kórust és a regői népdalkórust. Ők, akik a kulturális programot biztosítják, illetve a lovasok pedig a látványt és a hangulatot. A szüreti program mindenkit megmozgat a faluban és környékén. A lovasok Regőjből és 20 kilométeres körzetéből érkeztek, az előkészületekben pedig egyaránt részt vettek idősebbek és fiatalabbak. És bár a településen már nincs olyan mennyiségű bortermelés, mint régen, a szüreti hagyományok tovább élnek.